Tehát három év alatt, 2006-tól 2009-ig hatszorosára emelték az önök adósságát. Svájci frankba eladósították, adósságspirálba, és ezen akarnak nyerészkedni, és tönkre akarják tenni Fotót és az országot. Igen, amióta én vagyok, azóta nincs lopás, azóta nem lopnak a fomcsik. Látom, hogy az igazgatónő is a Despot Ildikó, ha jól sejtem, fel akar szólalni. Óvoda vezető. Már ilyen átalakultunk ilyen kvázi lakossági formákon. Köszönöm a szót, polgármester úr. A mai napon én tenni jártam az önkormányzaton, és egy levelet adtam át önnek, illetve a jegyzőnek, vagyis nem adtam át személyesen, hanem átvetettem. A mai napon megkeresett a szülői munkaközösség több tagja, és olyan kérdéseket tettek fel nekem, amire én sajnos válaszolni nem tudok. Jelen vannak a szülői munkaközösség tagjai, és szeretnék felolvasni a hozzám intézett kérdéseket, lehetségesen. Természetesen. Köszönöm szépen. Szeretettel várom a kérdéseket. Mondjuk bizonyos fokig kellemetlen helyzetbe hozhatnak, ugyanis sejtem, hogy mivel kapcsolatosak lesznek a kérdések, és a jönkörömet a tizek bizonyos fokig igyekeztek korlátozni és elmondni a jogi kérdésekben. Egy kicsit hangosabb. Én szeretném megkérdezni a jelző asszonyt, hogy ne menjen el, mert egy intézmény szülői munkaközössége. Minket ez nem érdekel. A gyerekeink óvodába járnak egy olyan óvodába, amelyik lassan kerékbe fog szakadni, életvezélyek. Benézzenek a falak. A tető le fog szakadni. Nem fűtenek a tájhát, nem zárnak az ablakot. Olyan semmilyen információt önöktől nem kapunk. A szintézmény vezető, az érdőmanék mondta nekünk, hogy június 16-án el fognak kezdődni a munkálatok. Ezért ne vigyük a gyerekeket. Aki tudja otthon tartani, tartsa otthon, az ügyeletre csak az, akinek feltétlenül muszáj, az vigye el a gyerekeket. Mi ezt megtettünk. Tegnap, azaz egy hónappal később ott voltunk az óvodában. Az óvodák a szabadság idejük alatt mennek be, pakolnak, rámolnak, de a munkájuk még mindig nem kezdődtek el. Aki csinálni fogja az óvodát, azt mondta, hogy körülbelül 50 nap, ez a minimum, ami kell neki. És az azt jelenti, hogy szeptember 29-én fog legkorábban elkezdődni az óvoda. Hova tegyük a gyerekeinket addig? 89 családról van szó, akik dolgoznak, akiknek hitelék vannak, törleszteniük kell. Egyszerűen ez az állapot, ami itt van, tarthatatlan, nem normális. Szeretnék, hogy ezekre a kérdésekre válaszolnának, és most már az utolsó utáni pillanat van, hogy talán elkezdődik értének a munkálatok, mert abban az óvodában már akkor sem lehet minél gyerekeket mondani a fel kell újítani. A pénz megvan rá valamennyi, mert elvileg nagyon kevés rá, tehát nem elég rá. De legalább az történjen már meg, amire megvan a pénz, hogy tényleg ne fázzanak, ne legyenek az ablakok húzatosak, és a tetőt annyira javítsák meg, hogy ne dőljön a gyerekek fejére. Ennyit kérünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elkanyarodni az egyenes válasz elől. Fót lakossága megnövekedett. A lakosság, az 2009. január 1-én 18.441 volt a lakosság érdekszáma. És rengeteg igény van bölcsődére és óvodára. Az önkormányzatnak már a tavasszal lehetősége lett volna, hogy a katolikus egyházzal egy ingatlan csere folytán, egy ingatlan csere folytán a mozi épületét megkaphassák, és a mozi épülete helyét egy 25 milliós beruházással, tehát egy 25 milliót kért a katolikus egyház, egy új óvodát építettek volna.
az én álláspontom szerint a jelenlegi óvoda akár meg is maradhatott volna, tehát enyhítette a Forfa óvoda a buszfordulóban, amelyik a legnagyobb és 6 csoporttal működik. Egy-két év alatt lejár a működési engedélye, tehát az ANT ezt nem fogja engedni, hogy használják. Nagyon égető kérdés az óvoda. A református egyház lépett ez irányba, egy csoportot bővített, két csoportról áttért 3 csoportosra. Megértem a problémáikat, emlékezzenek vissza a közbeszerzési pályázatok 6 vagy 7 testületülésre, reggel, délbe, este közbeszerzési pályázatok elbírálását tűztek ki. Érdekes módon a tízeknek nem volt idejük eljönni. Sem reggel, sem délbe, sem este, hogy megszavazzák a közbeszerzési pályázatokat. Egyetlen egy dolog érdekelte őket, hogy sürgősségi indítvánnyal engem fölfüggesszenek és tovább garázdálkodhassanak Fót vagyonával. Pénteken bejöttek hozzám a kivitelezők, én arra kértem őket, hogy a szerződést még annak ellen, hogy nem írtuk alá, a munkálatokat kezdjék el. Én úgy tudom, hogy a pakolással is gondok voltak. Én a volt Gamesznek az utódját, a település szolgáltató KHT-t, vagyis most a település szolgáltató non-profit KFT-t megkértem, hogy a szállítási munkálatoknál segítsenek. Én kérem, hogy tartsuk a kapcsolatot intézményvezető asszonnyal is, és csinálják ezeket a munkálatokat. És remélem, hogy a szerződést is minél hamarabb alá tudjuk írni, és hát ha sikerül hamarabb befejezni ezért, mint 50 nap. Én azt szeretném, hogy szeptember 1-ére befejeződjön. A magam részéről én úgy ítélem meg, hogy az önkormányzatnak van pénze a beruházásra, a képviselőtestületi tagok nem akarják, hogy fejlesztések történjen Fóton. Úgy, ahogy nem akarják, hogy ez a művelődési ház megtörténjen, ahol a Kanc István építési vállalkozónak a 14 millió forintos útját nem fizeti ki, szegény vállalkozónak 10 millió forintja benne van csak az aszfaltra, és mindenféle mondva csinált ürügyekkel nem akarják. Átadásátvételnek, DMRV átvette, műszaki ellenőr átvette, a teljesítés megtörtént, igazolták a hatóságok, hogy a legjobb minőségben készítette el, tehát az egy réteg helyett két réteg aszfaltot tett, és ennek ellenére joggal visszaélve nem járulnak hozzá, hogy ellenjegyezzék az utalványozást. Én már ott tartottam, hogy saját magam fogom utalványozni, nem érdekel, hogyha a jogsértést követek el, de nem tehetem meg, sajnos a polgármesteri utalványozás annyira kötött, hogy jegyzői ellenjegyzés nélkül nem lehet megtenni ezt, sajnos. Földi Pál alpolgármester úr is kért szót. Való igaz, és ezt szerettem volna mindjárt itt tájékoztatni a lakosságot, az, aki jogszerűen hagyta el a termet, egyedül Csorba István volt, aki bejelentette ügyredingon benyomása után, hogy ő elhagyja a termet az